Kedves hallgatóink, a Karc FM adásában nemrégiben ígértem, hogy bemutatom hallgatóinknak a Hernád Németiben élő Galamb Alexet, a roma származású pék srácot, aki a Sütni Jó kampány megálmodójaként tucatnyi szegénységben élő roma gyermeknek ad élményt és jövőképet is azzal, hogy kis pékinasoknak gyűjti őket maga köré. No, de azért ennyire ne rohanjunk előre a történetben. Mielőtt megismernénk magát a gyereknapot, ismerjük meg egy kicsit Alexet, és ismerjük meg azt a történetet, hogy hogyan is lett belőle pék. Köszöntelek sok szeretettel, Alex. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást. Nézzük akkor, mi volt az a pillanat, és mikor jött el a te életedben az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy neked nagyon jó lesz hajnalban kelni, és egy nagyon meleg kemence mellett állni már akkor, amikor mások még az egyik oldalukról a másikra fordulnak. Hú, hát ez igazán nem is így jött, ahogy te mondod, hanem úgy, hogy milyen jó lenne nekem, hogy nem éheznék. Inkább ez volt a kulcs szó, hogy milyen jó lenne enni, nem a hidegbe lenni, és minden nap enni egy jó sütemi, vagy egy meleg kenyeret. Hát minden úgy mondom, Miskolc a Számozott utcán kezdődött, amikor 2005-ig minden szépen éltünk, mert apukám dolgozott, anyukám is, igen, de apukám meghalt 2005-ben, és akkor sajnos elhalt, és akkor anyukám olyan mély depresszióba esett, hogy ő is elmondott a munkahelyén, akkor alakult ki az egész segély alapú társadalom részeként voltunk hozzá, és hát úgy voltunk, mentünk iskolába, mentünk, hanem nem, hát anyám nagyon elhanyag volt, depressziós lett, utána egy kicsit alkoholizált, hát olyan életet éltünk. Hogy teltek voltak az évek, az én lázadó korszakban voltam, hogy hozzáteszem, és 12 éves koromban volt egy osztályfőnök kióra, ahol elhangzott, hogy ki mi szeretne lenni, elhangzott tűzoltó, rengdő, rengető, hát majdnem is mindegy, szóval egy lémontó a 21 gyerekből, hogy pék. Elkezdett röhögni, hát én már mondtam, hogy megmutatom én neked, azért kezdtek el röhögni, mert én voltam az osztály legjobb, legrosszabb tanulója, és büszkével a kis galambból lesz, hogy ilyen nagy álmukat sző maga körül. Én mondtam, megmutatom a világnak, hogy én is majd értékes vagyok, akár a pék szakmával, és úgy jött, hogy kérdezte Linda, hogy miért a pékség a lett. És ahogy neked is említettem, azt, hogy nem szerették éhezni, mert mindig éheztünk apám halála után, illetve az, hogy hűvös volt, anyám nem rakott tüzet, mert nem is volt fa, és rossz volt, és olyan jó lenne, hogy meleg munkahelyen lennék, és a pékség meleg. Tehát ez volt az az ok, amitől te éppen ezt a szakmát választottad. Utána mennyire volt nehéz? Mert nyilván ugye azt mondtad, hogy na, kiröhögtetek, akkor most már csak azért is megmutatom, de azért gondolom, hogy ennyire nem egyszerű a dolog, hogy már pedig most akkor oda megyek, és csak azért is megmutatom nektek. Mennyi munkád van abban, hogy ténylegesen is megkaptad a szakmát, és most már elmondhatod, hogy te magad pék vagy? Hát én, ha itthon maradtam volna, úgymond anyámnál, ahogy nem, de a rossz körülmények között, nem is, hogy maga a hely volt, hozzám anyámnak a bánás mondja, hát mindig degradált, hogy úgy se lehetett semmi, meg minden, de eljött az a szint, amikor én azt mondtam, hát én anyám, és szeretlek, de nem tetszik, hogy én elmegyek. És ez a vart be volt piázva, és akkor bementem Miskolc, ugye, lakásodtam, úgymond a gyermekvárosba, és egy új életet kezdtem, úgymond az intézetbe. Hát mire kerültem leginkább? Volt egy saját ágyam, saját szekrényem, angol WC, ott tanultam meg igazán használni az angol WC-t tudatosan is. És mondtam ez egyik nevelőnek, hogy olyan jó lenne megtanítani, hogy fürödni, mert azért nem volt azért ott a tusoló, csak egy kis kád, és ott voltak, már ott voltak olyan szegmensek, amik igenis, ha megcsináljuk, akkor fel tudunk építeni akár egy kárcivárat, vagy bármár. Most erre gondolok, hogy külön órákra jártam, amikor 8-ban megbuktam felkészítő tanárokhoz, a pedagógusokhoz, a nevelőkhöz, akik anyáim voltak, apáim is. Amikor bekerültem a Debreceni Márton szakképző iskolába, Miskolcra, az élelmiszeriparba, akkor azt elmondtam az igazgatónak, voltunk 30-an. Igazgatónak, én leszek az osztály legjobb tanuló, kinevetett, hát nyilván kinevetett, mert nyilván hát 9-ben olyan sokan kiperejnek elhúlnak, de utána, ahogy teltek múltak a hónapok, én osztályfőnökről meg Szalai Katitának elmondtam, hogy talán bebizonyítom már csak azért is. És akkor írtam az ötösöket, 9-ben én voltam valóban az osztály legjobb tanulója. De 2017-ben volt egy olyan lehetőségem, hogy részt vehessek a szakma kiváló tanulója versenyen, Nagykőrösön, ami azt jelenti, hogy mindegyik megyéből csak egy képviselhette magát a pék szakmába, én Borsodabó Zemplén megyét képviseltem, de ez nem volt olyan egyszerű, mert az osztályból legjobbnak kellett lenni. Addig csak hagyjam, hogy az osztályban a legjobban, kisebb selejtezőket át kellett ugranom, és tényleg elméleti órák, külön órákra jártam, is jártam iskolába, a többiekkel, tényleg azt mondták, hogy a legyerebe tízre, akkor szakmai számítás lehet, pékszámítás, utána gyakorlatilag, ha már velük jártam, azt mondták, hogy osztályfőnök, amikor a nyárszület elkezdődött, abban az évben, igen,
akkor neked nem volt nyári szünetem, hanem azt mondta, a szívvel lélekkel bejelentni dekolatéjával, ezek a különleges péteményeket, illetve hagyományai az ősüteményeket is megtudom. És akkor ott voltam versenyen, hát nem lehetett tudni, hogy nem lehetett tudni, hogy galamba lesz, XY-on kinek valaki ilyen, tudjon azért, hogy, no, hogy elkerüljük azt a fejlőjét, és hogy lepivesztjük esetleg. Igen, voltak számok, én voltam a 1-től 20-ig kellett húzni számokat, én voltam a 13, és azt mondták, hogy 13-as eljön szóba lépni. Elmondtam a Kovász Érle is masszatételt, húztam technológiát, kimentem, mondtam az osztályfőnökömnek, kamerába kellett mondani, és mondtam, hogy találni fényet, hoztam egész borsod, a szégyen vagyok. De azt mondta, hogy hát nehogy a szégyen, Alex, hát te mondta a legjobban. Azt hittem, csak vigasztaltak. Másnap volt a gyakorlat, és akkor a többiek nagy körösen, ilyen idegenek voltak, egy kollégiumban voltunk elszállásolva, mindenki elment bulizni, jaj, de jó sikerült, azt hitti, jaj, de jó sikerült a szóbelém. Aha, én nem mondtam, én haragudjatok meg, én nem azért, hogy nem akarok veletek barátkozni, én azért jöttem ide, hogy nyerjek, fel akarok szabadulni. És akkor kimentem bulizni azért, tanultam az elméletet, gyorsan átismétem a tételsorokat, 6 órára kellett bemenni gyakorlatra, én már fent voltam már 4-kor, akkor gyorsan átismételtem. És emlékszem, 2017-03-07-én, vagy nem is, bocsánat, 9-én, akkor volt az eredményváró. És akkor úgy hangzott el, 20-an voltunk, akinek a neve elhangzik, az felszabadult. Mondták 19-dik, bum, Y, minden gyereket mondták, és csak így mondták, ahonnan elhangzik a név, onnan felszabadult a gyermek, illetve megkapta a Fékszövetség által az emelt szintű bizonyítványát. Az csak egy dolog, hogy megkaptuk a bizonyítványt, de az, hogy nem is kellett iskolába járni, azért 3 hónappal előbb kaphattuk meg. Én szerencsés helyzetben voltam, az Osannál voltam gyakorlaton, és akkor egyből tanulóvá felajánlották azt a lehetőséget, hogy legyek dolgozó is. Így, hogy én azt gondolom, minden tüzen minden végigmentem, hogy tényleg olyan pék legyek, nem csak, hogy betanuló pék, hanem olyan szakmunkát képviseljek, ami tényleg értékes legyen a társam, akár a család értéke. Minden esetre nagyon megható a történeted, és mondhatjuk azt ugye, hogy magadat kirántottad így módon a mély szegénységből és ebből a fajta. Hát én azt gondolom, hogy igen, megtettem azt a lépést, hogy az intézetbe bevonultam, ahol minden segítséget megkaptuk. Igen, ez volt az a pont, hogy hozzáteszem azért, nem minden gyerek ragadta meg ezeket az élményeket, például, hogy elmenek kirándulni, én megyek. Valamikor szökésben voltak sokan, de én azt mondtam, betyár, becsületből megkérettem, ha ki vagyok én a nagyvilágban, az adófizető pénzéből fenntartjuk egy intézményt, akkor nekem mi a dolgom? Elmegy Nyíregyházára, az állatkertbe, Budapestre, a lézerharcra. Én úgymond élveztem az egész rendszert, illetve azt, amit tanulhattam is. Én nagyon imádtam mert lenni, illetve a legszebb 7 évét tudhatom magam mögött. És mindezek után azt mondtad, hogy ha a saját életedben sikerült rendet tenni, akkor azzal, hogy te megtanultad a pék szakmát, azzal más gyermekeknek is megpróbálsz segíteni. És ugye többek között ezért jött létre a Sütni Jó kampány, illetve az az egyesület vagy alapítvány. Alapítvány, ugye? Alapítvány. Most már alapítvány lettünk hivatalosan. Hát úgy volt az egész, hogy az intézetben nagyon sokszor már ott is kialakult bennem, hogy én valamilyen pedagógiai készséggel rendelkező, én azt hittem magamból, most már valamilyen szinte be is igazolódott az most már a jellemzőre. És azt mondta, hogy szeretném tanítani a gyereknek a kakaós csigát még ott bent, és működött. Akkor kiköltöztem az intézményből, vettem Hermann Németh egy kisebb lakás, egy házat, bocsánat, a kis felhasznált családi pótlékomból, és azt mondtam, hogy hát gyerekek, itt is meg lehet ezt próbálni. Igen, csak nem volt rá kapacitás. De az Isten mit adott, úgymond a világ, hogy jött a koronavírus első hulláma. Megállt az ország, nem kellett iskolába, obodájába járni. De nekem se kellett dolgozni, mert már nem kirúgtak, hanem volt azok a kötelező szabadságok. Hát én unoka tesómmal sütöttem itthon, hogy kakaócsigát, elmondtam Robikának a leveles tésztát, a tölteléket, milyen arányba kell a cukrot, illa kakaó, technológia. Robika visszatudtam volna, mondtam, hogy ez a cigány gyerek mit csinál velem. Utána Facebookon én is fotózkodtam, illetve ő is, hát nadzoltunk valóban, hogy ez igenis szívvel, lélekkel megcsináltunk. Másnap bemondtunk Márkó Brandon a tesóját, csináltunk kiflike, kalácsokat, és ezt így dokumentáltuk. Hát azért dokumentáltunk mi annyira, mert akkor még azóta a szlogán, hogy maradj otthon, segítsünk egymásnak. Hát én most azt gondolom, akkor a unokatestvéreim segítem, a legjobban beesett az eső. Elmúlt a rossz idő, kimentek a gyerekek, és akkor azt mondtam, állok kint a kapuba, amikor mondja, kiabálja. Ha nem, ha láttad, fent voltunk Alex bátyával a Facebookon, csináltuk a süteményeket, hogy lehet csatlakozni, hogy engem is velem is foglalkozni a Alex bácsi. Hát mondtam azt, hogy kérdezd meg anyádat, apádat, hogy baj legyen, illetve
járjál iskolába, hát nem kellett iskolába járni, akkor mit csinálnak a digitális oktatásba részt venni. Hát itt helyben Németországban nem tudtak részt venni, olyan szinten nem nincsen mindenkinek itthon ilyen okos eszköz, hanem lehozták a tanárunk a papírokat, tudod a házi feladatokat, és akkor vissza kellett minden a szülőnek. És ahogy teltek, múltanak a napok, úgy csöppentek be a cigány gyerekek, és hirtelen derült égből villámcsapás, rájuk néztem, a kis konyhába sütöttem velük. Miért nem hozhatnék részt egy olyan kezdeményezés az országnak, hogy sütni jó kampány, sütni jó péksüteményeket, cukertermékeket, de sütni jó, mint új dolgokat kitalálnak, irányi dolgokat pozitív irányba. És utána megjelent az első, az RTL Klub, ez az egészszel első média platform, és akkor dokumentáltuk, milyen kis csinosak vagyok, jól csináljuk, és akkor utaltam 400 ezer forintot. Elgondolkodtam, hogy elszaladjak vele, a magánszámlába hozzáteszem, elszaladjak vele, vagy csináljuk egy olyan közösségi teret, olyan szütőteret, ahol az emberek ma fel fognak hatalmazni x év múlva, vagy idő múlva, hogy én leszek az a galambolek, aki fog segíteni a gyerekek megváltoztatását. Ez be is jött, mert innentől a következő sajtókat adták egymás után a galambolek, ATV, mindenki megjelent, úgymond felkapottak lettünk az országba, és akkor már nagyon sokan támogattak minket, például a céget, és azt mondtam, gyerekek, hát erre létre kell hozni egy alapítványt. A sütni jó, már megvan, mint menedzsment, akkor legyen sütni jó alapítvány, és azért lettünk így. De az alapítvány mi a célja? Hát az alapítványnak elsőlegesen az a célja, a hátrányos sérültű gyerekeket, illetve a nem hátrányos sérültű gyerekek jövőképet mutatni játékosan, legyen az pék is a cukrászakma utánpótlása, de azt mondja, hogy ha nem cukrászak szeretne menni és péknek, akkor legyen egy jó szakmunkás, kőműves, heggesztő, bármi csak jusson el a tisztességes úton, becsületes úton, lehet belőle bármi, nem lopni, csalni kell, és akkor egyesülve van a világ számomra, a magyarság, a cigányság között, nem lesz a társadalmi feszültség, személyes tapasztalatom, azt mondják, cigány vagy, van gyereked, dolgozol, akkor nem lehet szalva szembe, de viszont cigány van, hogy gyereked nem dolgozol, ó, de ingyen élő, mit csinál? Ez személyes tapasztalatom, országjárásom kapcsán, a munka van, minden van, ezt próbálom tanítani a gyerekeknek, filozófia átadni, gyerekek, lehet most nekünk nagyon rossz, aláírom, nagyon rossz tanulni, de 10-15 év múlva nekünk lesz a legjobb, amikor lesz munkánk, szép házunk, családunk, és azokat fogjuk kinevetni, akik nem dolgoztak. Ez az én motto, szoktam mondani. Azt hiszem, hogy abszolút követendő, és tényleg elképesztő, amilyen elánnal és amilyen büszkeséggel beszélsz mindenről. Természetesen sok-sok dologról tudunk még szót ejteni, és a sok-sok dolog kapcsán van egy olyan felvetés, amit mindenképpen érdemes lenne egy kicsit kifejteni még részletesebben, hogy honnan jött annak az ötlete, hogy aztán most egy pékséget is megépítsetek, és elkezdődjön az élet úgy, hogy Alex saját péksége neki áll dolgozni. Hát úgy, hogy én mindig álmodtam, amikor az intézőben volt, hogy legyen a saját péksége. Most a sütni alapítvány, ez nem titok, az elsőleges alapköve, az alapítvány sütni jó sütődéje. Én azt szeretném, hogy 10 évben belül ez a sütőde, illetve a gyerekek, akiket most tanítunk. Nyilván én nem, szakmán nem tudok nekik adni bizonyítványt, ez hazugság lenne. De viszont meg tudom tanítani velük a szakmát hivatalosan, és az iskolában nekik már úgymond nem kell hátrányon indulni, mint aki nem járt hozzám. És egy olyan pékségre szeretnék, hogy galambpékség. Hát azért galambpékség nyilván, hogy galamban legszagyok, de a másik oldal meg az, hogy én egy vallásos ember vagyok, és nem olyan vallásos, de vallásosnak titulálom magam, hogy a galamb a Szent Léleknek a jele. És azt mondom, hogy minden gyereken szeretnénk segíteni, legyen az felnőtt is, nyilván azért célzom meg a gyerekeket, mert ő a mi jövőnk, ő a mi termelő üzemünk majd a jövőbe. Egy 40 éves ember nem tudunk megváltoztatni, a gyerekbe kell elvetni azokat a készségeket, hogy igenis egy értékes mindenkibe. Mondok egy példát. Sütünk valamikor 120-150 kakócsigát. Most járnak hozzánk aktívan 20-an. Nem mindig jönnek el 20-an, hazudnék. Az állandó, aki itt van, az az 5-6 váltóban, mert nem is jönnénk el olyan sokan. Most akkor vagyunk itt 5-6-an valami együtt, csinálunk 120 kakócsigát, és akkor én elveszem mondjuk a családomnak 20-at. 20 darabot, ez nem titok. Adományban van a liszt, minden nyersanyag. És a többit megetetem őket a gyerekekkel, tehát lehet dokumentáljuk jelenlétével, és akkor részarányosan elvavihetjük a kócsigát, mondjuk 5-6, nem tudom mennyi jut fejenként, vagy elmondja apának, anyának, attól kivel, aki még nagymamának is akár, hogy hát anya, hát én csináltam, nekem Alek bátyjahoz járni kell, és mit mond anya, Istenek áll együttműködőek velem, hogy hát ezt csinálni kell, és a galambpékség a megépül, az eltelik mondjuk egy 10 év után, mindenkinek el kell végezni a szakmunkát, mert azért már a gyerekeink azért már 4., 5. osztályosak,
milyen jó nem kell itt hanni Herzán Németi. Ha munka van, minden van. Hát amikor kész lesz a galampékség, ki fogja nőni magát, hogy leballaksz a pékszakmunkásról, a szukrászakmunkádból, akkor már itt lesz a munkahelyed. Milyen jó. Nyilván ez egy plátói szerelem, hogy szeretnék megvalósítani, nem egy rózsaszín felhő körül szeretnék élni, hanem azt mondom, hogy ha megalakítjuk a pékséget, nekem is jó, az ám valóra vál, de viszont ha megalakítjuk a pékséget, a sütnyő alapítvány gyermekei nagyok lesznek, 18 éves a cselekvőképese, itt tudnak dolgozni, és olyan jó, hogy sikerült megvalósítani. Nem minden gyereket lehet megmenteni, mert nem volt én olyan szűklátókörűen, azt mondom, azon lehet segít, aki nyújtja a kezét, és el lehet emelni a magasba. Vannak olyan pillanatok, akkor azt mondom, hogy gyerekek, valamikor olyan rosszak vagyok, én nem csinálom belete. Olyankor szoktam mondani, leülök. Na most, ha leülök, akkor most hol vezet az út? Hát csak egyenesen felfele vezet az út, akkor kell felállni, és azt mondom, na nézd, és nyomjuk egy cigányzat, és akkor táncoljuk. Lazán próbálom ezt kezelni. Mindig szoktam mondani a feleségemnek, illetve az anyukának, hogy le kell menni néha a gyerek szintjére, hogy élteni kell azokat a problémákat. Mi is voltunk gyerekek, mi is voltunk kamaszok, néha mi is mellé mentünk az iskolának, csak meg kell találni az egyensúlyt, hogy egyszer-kétszer mellé megy az iskolának, vagy mindig mellém jön az iskolának, de azt tapasztalom, azok a gyerekek, akik hozzám tartoznak a sütés terén, ezek bemennek iskolába, szívvel, léleket teljesítik az évüket, illetve valaki kettes, valaki ötös, ezt nem lehet megváltoztatni, mert nem tanárember vagyok, én csak egy pék szakmunkás vagyok, aki tényleg szeretne segíteni azon a gyerekkel, aki azt mondom, hogy látom bele a csillogó tekintetet. Azt hiszem, Alex, tényleg nem tudom szavakba önteni, amire most igazából gondolok, és hogy mennyi mindent köszönhetnek neked ott azok a fiatalok Herned Németiben, de minden mellett még egy gyermeknapot is szervezel nekik, és emiatt kerültél te egyáltalán a látókörömbe, tehát azért ezt mindenképpen korrektnek tartom, hogy így elmondjam, hogy én sem hallottam eddig még a te munkásságodról és történetedről, és megmondom őszintén, hogy tényleg tátott szájjal hallgattalak végig az elmúlt percekben. De most térjünk rá május 27-ére, amikor is egy gyermeknapi bulit szervezel a faluba, a Várva Várt Alapítvány és egy ismert cukrászda segítségével. Mi mindenre számíthatnak itt a gyerekek? Hát elsőlegesen azt szeretnénk, hát termek vannak, mindig azt mondom, termek vannak a nézőközönségnek, támogatónak, ismerőseinek. Én azt szeretném, hogy ingyen fagylaltot szeretnék osztani a gyerekeknek, így gyereknap alkalmából, illetve egy ugralóvára szeretnénk, lesz csillámtetkó is, ott már megvan szervezve, volt gyámommal, ez már minden le van fixálva, illetve egy ingyen vattacukor standot szeretnénk, szeretnénk, ki mit tudod, hát most vannak kidolgozás alatt, hogy ki mit tud legyen, vagy X-faktor, hát most, ha megtudjuk a gyerekeket, hogy mit is szeretnék, igazán én a ki mit tud mellett szavazok, lehet táncolni bármely, de mondom, eddig kidolgozás alatt, mondta, a 100% ezek a gyerekek, itt Herned Németiben, úgy, mint tavaly, az képes, meg fogják kapni az 1500 gombóc fagyit ingyen és díjmentesen. Mi kell ahhoz? Sorba kell állni, tisztességgel nem veszekedni, hanem menni fognak a jó kis zenék. Én látok ebben reakciót, mert ezeknek a gyerekeknek nem minden esetben adatik meg, hogy gyereknapuk legyen már, nem luxus körülmények között kell gondolok, hanem elég egy szép, egy kis játék, fagylal, de azt gondolom, hogy igenis legyen az övék az a nap, mert országosan az övék legyen. Alex, nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk, és nagyon bízom abban, hogy a jövőben is fogunk még hallani rólad, és szerintem, hogyha ennyi idős korodban itt tartasz, akkor valószínűleg jó pár év múlva igen komoly dolgokról beszélgethetünk együtt, itt akár a Karc FM hullámhosszán, pláne tehetjük mindezt akkor, hogyha ez a lendület és ez a kitartás, ez legalább így megmarad benned, én ehhez mindenképpen azt kívánom, hogy sikerüljön, és persze azt is kívánom, hogy kövessék a példádat azok a szegénységben és rossz sorsban élő fiatalok, akik hozzád hasonlóan ki tudnának bújni a bajból, hogyha van valaki, aki támaszt ad nekik, segítséget ad nekik, és ha jól érzem, akkor te a saját példádon keresztül most pontosan ezt teszed. Köszönöm, hogy beszélgethettünk. Én köszönöm szépen.